Az új játékokra mutatott a kislány a Szőlőszem bölcsődében. Nem csak a játékok újak, az épület is. Közel 20 éve folyamatosan fejlődik a városrész, és egyre többen költöznek ide. A fiatalok számára pedig fontos szempont, hogy a gyerekeket hol és hogyan tudják elhelyezni. Nyíregyháza önkormányzata 4 évvel ezelőtt vásárolta meg az óvodával szembeni telket, hogy ott felépülhessen a településrész első bölcsődéje. Emelkedik a lakosság szám, nagyon sok fiatal marad Nyírszőlősbe, aki itt született, de sokan költöznek ki a városba, hogy éppen akik vidékről Nyíregyházára költöznek be, akkor itt találják meg az életüknek a színterét, úgyhogy ez nagy öröm számunkra. Ez mutatja azt, hogy a velünk szemben lévő óvoda is teljes kapacitással működik, és itt is a 12 férőhely azonnal betelt, amikor reálissá vált az, hogy megnyílik a bölcsőde. A beruházás teljes bruttó költségek közel 230 millió forint volt. Ebben benne van a teleknek a megvásárlása, azok a mérnöki munkák, ami szükséges volt a tervezéshez, a közművek építése, tehát minden olyan, ami szükséges a bölcsőde működtetéséhez, és így egy nettó 202 négyzetméteres kis komplexum jött létre. A városvezetésnek fontosak a nyíregyházi fiatal családok. Az ő helyben tartásuk érdekében a legutóbbi közgyűlésen új határozatot fogadott el az önkormányzat. Kerengye támogatás eddig rászorultsági jövedelem alapon volt igényelhető, most már mindenkinek járóról új gyerek születik, és mindenkinek biztosítja az önkormányzat. De hát azt is mondhatom, hogy a gondozási díjat sem kérjük a szülőktől a bölcsödékben, az is több mint 20 millió forintot jelent egy évben, amit az önkormányzat magára vállal. Természetesen érték alapon az a célunk a város jövője szempontjából is, hogy ezek a fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy itt maradjanak az emberek, és hát különösképp, hogy a fiatalok itt tervezik az életüket. Az új nyírszőlősi bölcsődét úgy tervezték meg, hogy a későbbiekben, amennyiben igény mutatkozik rá, újabb csoportszobával lesz bővíthető.